Szeretettel köszöntöm a tévénézőket. Ebben a műsorban is az okos eszközök okos használatáról fogunk beszélni. Folytatjuk a témát azért, mert hát nem jutottunk a végére. Nagyon sok alcím van itt a könyvedben, amivel talán kezdhetnénk, az az én ötletem volt, hogy az életkorhoz nem illő technika használatnak a következményei is. Van itt egy nagyon érdekes, ez szintén ennek a fejezetnek az alcíme, hogy digitális demencia. Igen, ezek nem ilyen riogató kifejezések, hanem ma már bekerültek az életkorhoz nem illő technika használat következményeiként a betegségek, az ennek következményében kialakult betegségek. Most, mikor valami bekerül egy betegség listába, akkor az azt jelenti, hogy látjuk azt, hogy ez egy tipikus következmény, és hogy nem egy-két esetben fordult véletlenül elő, hanem ezzel számolnunk kell. Magyarul sokkal több demens ember lesz ezután? De nem ám, hogy csak, hogy demens ember, hanem ez a legdöbbenetesebb számomra. Ugye demens embert ugye ismerjük, szétesik a memória, nem ismeri meg a saját gyerekét, igen, nem talál haza, igen, pulcsit húz nadrág helyett, jó. De és ez általában ilyen 80 éves. Ez az időskori, így is hívjuk, igen, időskori demencia. Igen, igen. Most a digitális demencia 20 éves korban követ. Drága Istenem, 20. segíts! Na most képzeljük el, hogy a 20 éves gyerekünket demens kezelésre kell vinnünk, azért, mert nem tudtuk neki megtanítani a kikapcsolást, a mértékkel használatot, és olyan megengedően azt gondoltuk, hát ki se jön a szobából, hát ezt szereti, hát így. Ez nem ilyen kérdés, mert valóban tehát az idegrendszer nagyon érzékeny, és igazából ez a függés következtében esik szét ezek a memória folyamatok. Nem csak digitális demenciáról beszélünk, hanem ma már sajnos beszélünk digitális autizmusról is. Az agykutatók beszéltek erről legelőször, hogy tulajdonképpen egy autisztikus folyamatot kezdtek el megfigyelni olyan embereken, akik nem autizmussal születtek. Ugye az autizmus egy született idegrendszeri sérülés. Tehát velünk született, nagyon nehéz egy autista gyermeket nevelni, minden tiszteletünk a családé. Így van. És nagyon izgulunk, hogy ne legyen, jaj, csak autista ne legyen, és akkor ezzel kell szembenéznünk, hogy születik egy egészséges gyerekünk, és pontosan ugyanazokat a tüneteket hozza a digitális autizmus, ez pedig egész kisgyermekkorban. Tehát a legkisebbeknél vesszük észre, képtelen a kapcsolatteremtésre, bezárkózik, nincs szemkontaktus, nincs érintés, tehát ami az autizmus, nagyon sokféle jellemzője, és ez kifejezetten a mértéktelen képernyő használat, életkorhoz nem illő technika használat. Na most ugye az előző adásban már azért emlegettük, hogy például 0-3 éves korig nem olyan nehéz elérni az életkorhoz nem illőt, mert ott nulla az életkorhoz illő. Tehát ott nem kéne. Tehát, hogyha naponta ott megnézetünk egy kisgyerekkel fél órákat, 0-3 éves korig, akkor már is átléptük ezt a határt, és belekerülünk ebbe ez egy ilyen örvény. A szülők nagyon jól tudják, miről beszélnek, igen, nem tudja leállítani. Inkább a szülő felelőssége, de abszolút. Utána már... Igen, na most akkor nem. Ugye már eljutottunk múltkor a kisiskolásig, de ez a bizonyos... Itt van egy ilyen, egy nagyon, nagyon komoly idegrendszeri terület, ez a bizonyos prefrontális kéreg. Igen. Talán hallottuk már emlegetni, ez a legösszetettebb emberi idegrendszeri terület, ami a leginkább az emberi gondolkodásnak a legérettebb területeiért felel, tehát a logikus gondolkodás, a kritikus gondolkodás, egyáltalán az elvont fogalmak megértése, a jól koncentrált figyelem, a célkövetés, a rugalmas probléma megoldás, ezek mind a prefrontális kérekhez tartoznak. Na most ennek a kialakulása, és figyeljük csak meg, tehát ezeket úgy kellene tudni, mint az egyszer egyet, tehát mindig olyan szomorú vagyok, hogy annyi mindent megtanítunk a gyerekeknek, de ezt miért nem tanítjuk meg, hogy ez hogy alakul ki? 6 éves korig alakul ki, tehát ugye most akkor láthatjuk azt, hogyha ezt a 6 éves korig tartó folyamatba oda nagyon beavatkozunk ezzel a durva hatással, hogy ezt lefékezzük, már is megvannak a következményei, de majd erről még beszélünk. 6 éves korig alakul ki, de akkor nincs kész, akkor kezd kibontakozni. Tehát addig egy alap alakul ki, ennek a prefrontális kéregnek az alapja, és ezután kezd, és az 20 éves korig tart.
Tehát annak a fejlődése. Most nem mondom azt, hogy 20 éves korig egyáltalán ne használjunk képernyőt. 6 éves korig nagyon-nagyon-nagyon korlátozottan. És 6 éves kor után, és ezért írta azt most a múltkori adásban, azt az ajánlást fel is olvastuk, hogy még az alsó tagozatban ott is nagyon-nagyon óvatosan kellene bánni ezzel, hogy hadd fejlődjön ki az a kéreg, még addig, hogy az elvont gondolkodásig eljusson. Nem véletlen az, hogy ugye a szilíciumvölgybe 14 éves korig, nem véletlen az, hogy például most hoztak Hollandiában, hogy az összes iskolában 14 éves korig tiltják a géphasználatot Hollandiában, hát úgy liberális, ahogy kell. Igen. Az egész oktatási rendszer Franciaországban is tilos, és mi meg igen. vezetjük be alsó tagozatba, tehát én azt gondolom, hogy itt újra kellene gondolni. Uh-huh. Nagyon nagy a veszély, és nem csak az iskolából, mert akkor, hogyha megkapja, ugye ott gépen kaptuk meg a leckét, meg tatatra, hát nehogy azt gondoljuk, hogy az a kisgyerek ki tudja kapcsolni majd, hogy csak a leckét nézem meg. Hát ott minden más is uh-huh. lehet, és lesz, és nem tudom. És az is egy nagyon érdekes, hogy a szülők meg ilyen elvarázsolt állapotban, hogy ó, hát csak biztos a mesét nézni, hát csak a leckét nézi. Hát csináltak ilyen felméréseket is, hogy a szülőknek a nagyon nagy százaléka fogalma nincs arról, hogy mit néz. Korlátlan bekapcsolási lehetősége van a gyerekeknek. Éjszaka ott van a feje mellett, vagy ez a sugárzása jó, de nem csak a sugárzás, hanem nem tudja megállni, ugyanis az idegrendszeri fékberendezés, tehát az a bizonyos ki tudom kapcsolni berendezés, ez 21-23 éves korig alakul ki. Mm. Serdülőkorban végképp veszélyeztetett ez az egész dolog, azért is nincs egy serdülőnek veszélyérzete, sőt, van egy ilyen veszélykereső, egy ilyen dopaminkereső, tele van az agya dopaminnal amúgy is, majd erről a serdülőkornél beszélgetünk, de még kiszolgáltatottabb. Tehát onnan indultunk ki, hogy életkorhoz nem illő technika használatnak az ilyen veszélyei. De ez ennyire veszélyes, hogy például kialakulhat a digitális autizmus, kialakul a digitális demencia, az indulatzavar, az a legelső ilyen következmény, hogy nem tudja irányítani a saját indulatait, a másikére se képes úgy reagálni. Tehát egyszerűen másra van húzalozva az agya. Ugyanis csak gondoljuk meg a legegyszerűbb. Bekapcsolom, jön a veszély, jön a sárkány, pssz, kilövöm. Jön a következő sárkány, pssz, ügyesebben kilövöm. Másikat kilövöm, minden. Kézben tartom a veszélyt, a konfliktust, az összeütközést, a saját problémáimat megoldom. Készpász. Jó, becsukom a gépet, kimegyek, és a legkisebb problémát nem tudom megoldani, mert nem lehet kinyomni. Se anyámat, se az öcsit, se a nem lehet. Tényleg igen, ez a probléma. Igen. És elönt a lé, hogy tulajdonképpen azt tanulta meg az idegrendszerem, ha jön egy valami, ó, te, mindent tudok, kézbe tudom tartani az egész életemet, a mindenfélét, itt biztonságban érzem magam. Sok siker, minden esetben, nem tudom, én kilépek, és a legegyszerűbb problémát nem tudom megoldani. Hogy beszólt az öcsi, vagy hogy valaki pofákat vágott egy társasjátékban. Nem bírom ki, hogy nem győztem. Igen. Nem bírom ki. Na most ezek csak inkább utalások arra, hogy milyen nagy veszélyben vagyunk ebben a helyzetben. Tehát ugye a döntésképesség, az én hatékonyság, ez is például, hogy mikor azt mondjuk, hogy csökken az én hatékonyság, ez pont az, hogy nem tudom irányítani a tetteimet, az érzelmeimet, az indulataimat, nem tudom kézben fogni, azért, mert egyszerűen nem volt olyan körülményem, amiben megtanulhattam volna. És ezek csak is, és tehát az agynak valóságos tapasztalatok kellenek. Ez egy óriási szabály. Nagyon egyszerűen hangzik, de nagyon óriási szabály. Tehát a digitális tapasztalat, tehát a képernyőn keresztüli, mert ott is valamit mondom, például tapasztaljuk azt, hogy a konfliktusokat meg tudjuk oldani. Hát ez messze nem így van. Tehát egyszerűen kimész, és nem tud alkalmazni. Ugyanígy van. Nagyon érdekes egyébként, hát ha már itt vagyunk, itt van a Minecraft játék, ugye, építőjáték. Jaj, minden szülő oda van. Hú, már a hányadik szinten tart, és tattaratara. Na most képzeljék el, amikor olvastam, hogy a Minecraft bekerült a kábítószerek sorába. Így jön. Meszkalin, morfium, Minecraft, így a möbetüknél, így jön. És akkor úgy néztem, hogy ez miért? Hát hiszen nem lövöldözős, nem agresszív, nem...
egyszerűen csak a mechanizmusa miatt. A Minecraft a véletlen szerencsére épül, hát a szülők tudják, hogy mit beszélek, ugye? Igen, valószínűleg. Hogy persze, hogy ugye van különböző ilyen, mély, meg kell kocogtatni, és akkor az egyik arany, a másik ez, meg az is, abból lehet építkezni. Na most be van építve szépen, hogy viszonylag kiszámíthatatlan módon azért a kíváncsiság, amiről a múltkor már beszéltünk, dopaminocska, kíváncsiság, és a nyerés, érted, a siker, érted, megkocog, ez arany, érted, ezt beépítem. Ez pontosan ugyanaz a mechanizmus, mint a szerencsejáték. Tehát a Minecraft pont arra épül, mint a szerencsejátékosnak az örvénye, hogy nem lehet kiszámítani, de azért a profik kiszámították, hogy mennyi időközönként kell kapnod egy kis sikerélményt, hogy véletlenül se hagyd abba. Egészen egyszerűen lefordítva, a Minecraft azért került be a kábítószerek sorába, mert nagyon könnyen függőséget okoz, tulajdonképpen ezzel a mechanizmussal, tehát benne lehet ragadni. Na most, hogyha legózik a kis kölököcske, abban nem lehet beleragadni. Ebbe meg bele lehet. Tehát szoktam mondani a szülőknek, hogy Minecraftozhat, csak akkor, ha képes vagy arra, hogy le tudjátok kapcsolni, mert ő nem lesz rá képes, és meg tudjátok azt szabni, azt a bizonyos kör, ennyit lehet, és többet nem. De ha erre nem vagy képes, akkor inkább nem Minecraftozzon. Olvastam egy ilyen, bele is tettem a könyvembe, egy ilyen történetet, egy nagyon jól szituált, értelmes, jó szülők, nem tudom micsoda, és azt mondja, egyik éjszaka bemegy a szobába, és megrettentve látja, hogy a kataton kábulatban fekszik az iPadje mellett a 8 éves gyereke. El se tudta képzelni, hogy lehet ilyen állapotba jutni. Tulajdonképpen éjszakánként játszott, nem vették észre, de nem tudta leállítani, mert a többiek is fönn vannak, stb. Tehát tényleg nagyon jó szívvel ajánlom, nem azt, hogy ajánlom, én azt mondom, ezt tanítanám meg először a szülőknek. Hálószobában nulla gép, de nulla gép, a tizenévesnek se, mert nincs még fékberendezése, és annyira professzionális módon van felépítve, ahogy ezt itt láthattuk, és nyilvánvaló, ezen nagyon sokan dolgoznak, sokkal komolyabb agyak, mint mi, hogy milyen fordulatokkal, milyen kíváncsiság felkeltő, nem tudom én, kis helyzetekkel, alkalmazásokkal kell odakötni a figyelmét, hogy ne tudja lerakni, és úgy van, meg egy kicsit, meg egy kicsit, meg egy kicsit. Nagyon büszke vagyok a lányomra, mert hogy hallgatlak. Azt hiszem 11 éves elmúlt az unokám, miután kaptak egyáltalán mobiltelefont, és ott is meg van határozva, hogy mit nézhetnek, mennyi idő. Igen. Hát volt lázadás ellene. Lesz is, természetesen. Működik. Így működik, és meg fogják köszönni. Most már látok olyan szülőket, olyan közösségeket, ahol már a felnövekedők megköszönték, hogy őnekik ez kialakult, ez a látásuk, és egyáltalán ez a fegyelmezettségük. Még a felnőttnek se könnyű, ugye? Hát abszolút nem, ugye, hát csak gondoljunk magunkra, hogy valaki írt, arra válaszolnom kell. És még egy kicsit kattide, és észre se veszed, 3/4 órája kattogsz. Abszolút. A sehol. Így van. Ma már vannak ilyen alkalmazások, és nagyon sok felnőtt, és fiatal felnőtt is már azt mondja, hát én nem hiszem el. Hát ugye rajta volt a telefonon, és akkor, hogy hát melyik oldalon mennyit töltöttél el. Észre se veszed, és ezt te megnézed, nem hiszem el, 3/4 órája ezen a gügye oldalon vagyok. De akkor mi az, Rita, amit tudunk ajánlani a helyes fejlődés érdekében? Mindenképpen azt gondolom, először is minél több kapcsolat a valósággal, minél több. Most itt nagyon sokat ér, rengeteget számít az idegrendszer fejlődéséhez, a művészeti tevékenységek, a természetbe való, a mozgás és a valóságos kapcsolatok. De a mesehallgatás is ide tartozik, a valóságos mesehallgatás, tehát amikor belső képeket készítünk, gyönyörű. Olvastam egy történetet, ez is a könyvedben volt, hogy rájött az egyik szülő, hogy meg lehet kapni CD-n azt a mesét. Igen. És akkor mi is a befejezése? Igen, és meg is vették, hogy jaj, de jó lesz neki, és akkor egy idő után jön ki a gyerek, és azt mondja, hát, de hát ott van, hát minden mese rajta van, azt mondja, de annak nem lehet az ölébe ülni. Ez mennyire kifejező? Nagyon. És akkor még arról a
másik ilyen hatásról nem beszéltünk, hogy a hallott mesekor belső képeket készítünk. Tehát az ölébe ülni, a kapcsolat nagyon fontos. Nagyon fontos az érintés, az ölelés, a nem tudom én, hogy minden nagyon fontos, a ráhangolód, minden. Jó? Ez az egyik része. A másik meg, hogy belül képeket készítünk. Na most, amikor a belső képkészítés zajlik, ez rengeteg pszichés energiát szabadít fel, tehát szorongás oldó, félelmeket old, fájdalmakat old, tehát nagyon gondolkodást, nagyon nagy mértékben a fantázia által kreativitást fejleszt, és a többi, ez a belső képkészítés. És ebben a folyamatban gyakorlatilag egy nagyon erős tanulás folyik, egy probléma megoldást, következtetéseket, elvont fogalmakat, mindenféle tanulunk. Uh-huh. Amint megjelenik egy külső kép, ez a belső képkészítés lekapcsol. Lekapcsol. Értem. És az a baj, hogy erre nagyon rá tudunk szokni, mert ez egy könnyebb megoldás, egy szellemileg könnyebb megoldás, és már akkor mondják is a gyerekek, hogy inkább nézzük meg. Inkább nézzük meg azért, mert ez egy, hát nyilván nem követesem ilyen energiát. Uh-huh. Na szóval, még valamit akartam mondani a Minecraftokkal kapcsolatban. Az egyik része ez, hogy a szerencsejátéknak a mechanizmusára épül. Uh-huh. Másik része viszont az, hogy a virtuális tapasztalatokból nem tanulunk az életre. Tehát nagyon egyszerűen magyarázva, Minecraftba föl tud építeni egy egész várost, adja neki 3 kockát, és alig tudja felépíteni. Uh-huh. Tehát, hogy a valóságos tapasztalatokat nem lehet megspórolni a virtualitással. Még egy valami nagyon, nagyon érdekes felfedezése volt itt az agykutatóknak, amikor azt mondták, hogy csökken ez a bizonyos mielinizáció, nem is tudtam, hogy ez mi, de én nagyon érdekes, tudom, igen, de ezt szívesen elmesélem, mert ott jöttem rá, hogy végül is minden kutatásban úgy, hogy és a mielinizáció ugyanúgy, mint a droghasználat. És akkor mondom, hát azért megnézem már, mi ez a mielinizáció. Nagyon, nagyon különös anyag van a minden ember agyában, olyan, mint a nyál a szájba, tehát egy mielin nevezetű anyagocska, uh-huh. ami termelődik magától, tehát nem kell izgulni, hogyha nem állítjuk le, akkor igen. Ez egy létfontosságú szerves vegyület, és tulajdonképpen egész életünkön át egy nagyon fontos feladata van, hogy az agysejteknek a tartós összekapcsolódását teszi lehetővé. Na most mit csinálunk ezzel? Mutatok kicsi példát. Azt mondom, hogy nem tudom, én nem tudok biciklizni, kapok egy kerékpárt, jaj, de jó, fölülök, elesek, mit tudom én, egyszer csak megvan az egyensúly érzet, hú, sikerélmény, uh-huh, kicsi dopamin, uh-huh. jó rendben, szinapszisok, mindenféle, és most jön a mielin. Ezt az összekapcsolódott idegi kapcsolódást, tehát a létrejött idegi kapcsolódást befóliázza ez a mielin. Tartósítja, lefekszem minden, holnap felülök a biciklire, és már nem esek el, megyek, jó. Mondom a másik példát, megint nem tudok biciklizni, felülök a biciklire, elesek, fölállok, stb. Egyensúly, hú, dopamin, minden jó. És az utóbbi időben kicsit sokat gépeztem. Nincs mielin. Ugye itt mondta, uh-huh. hogy csökkenti a mielin termelődését, aztán meg is szünteti, mint a droghatás. Tehát nincs elég mielin. Nézzék, nem fáj, nem csíp, nem nézel ki hülyén, semmi egyéb jele nincs. Csak elmarad a fóliázás, szétesik az idegrendszeri kapcsolat, és ugyanolyan béna vagyok, mint tegnap. Tehát tanulási képesség csökkenés. Uh-huh. És ugye innen indultunk ki, hogy most fejleszt vagy rombol. Igen. Hát ha a tanulási képesség csökken, hát az nem annyira nagyon fejlesztő, hogy úgy mondjam. És ez nagyon erős hatás, és látjuk is, hogy nincs, hát nem véletlen, hogy ezekben az iskolákban, hogy úgy mondjam, leállították a géphasználatot, nem lett olyan erőteljes, tehát 3-4-szeres tanulási képességre képesek azok a gyerekek, tehát 3-4-szeres hatékonysággal tanulnak, értenek meg, használnak föl megtanult dolgokat azok a gyerekek, akik nem géphasználat közben tanultak. Hát most akkor mit csinálunk? És akkor nagyon sok iskolában már, most már vannak olyan iskolák azért, kérdezted, hogy mit lehet csinálni. Hát alsós korban minimalizálni, nagyon sok tapasztalatot szerezni, nagyon sok természetközeli tapasztalatot, énekelni, mozogni, nem tudom én, festeni, színház, dráma, pontosan ezek a tevékenységek, amiről azt gondoltuk, hogy ezek ilyen mellékes járulékosok, messze nem azok. Tehát a tanulási képességet ezek támogatják a lehető leghatékonyabban, és ezeket, hogy mondjam,
nagy mennyiségben, délelőtt is a fontos időben kapjanak a gyerekeink. És hát most itt a szünidő, most például ez nagyon-nagyon fontos, vagy nem csak a szünidőre, hanem a délutáni szabad foglalkozás, szabad játék, természetben való foglalatosság, kíváncsiság, ezek a területek nagyon-nagyon lényegesek lennének, hogy jól fejlődjön az idegrendszer. Írod a könyvedben, hogy még a játékot is meg kell tanulnia a kisgyereknek, és ugye nem akarok áttérni a nagyon felnőtt korra, de igen, hogy... Hát áttérhetünk. Hogy áttérhetünk. Majd igen, igen. Jó. Mert hogy azt írod, hogy a felnőtteknek is nagyon fontos továbbra is a játékosság, igen, és elfelejtünk játszani. Igen, mert a játékból lesz az alkotás. Ezt nagyon ne felejtsük el, ez ugyanaz a folyamat az emberi személyiségben, agyban, idegrendszerben, fejlődésben a játék, mint az alkotás. És ugye éppen ezért fontos a felnőtt létben is, ugye a rugalmas probléma megoldás, érted, az alkotó probléma megoldás, a kreativitás például, amikor más oldalról kell megnézni egy helyzetet, mert mondjuk például befutcsolt, itt volt a pandémia helyzet, hogy hát nem tudtunk kimenni, nem tudtunk érni, hogyan teremtjük meg ezeket a lehetőségeket, hogyan tudunk mégis normálisak maradni, hogy úgy mondjam. Vagy egy olyan helyzetben, amikor valami nem sikerül, vagy nincs elég, vagy nem tudom én, egy háborús helyzetben, ugye nagyon kreatívan oldották meg azért, még az óvóhelyeken is, hogy játszottak, énekeltek, hogy kalács is volt valamilyen szinten, hogy nem akarok ilyen messze menni, de mondjuk a felnőtt korban ez nagyon-nagyon fontos, és itt is ugye a művészetnek, a beszélgetésnek, az alkotásnak, a hobbiknak óriási szerepe van. Tehát azért olyan nagyon érdekes, hogy a felnőtt emberek nagyon, tehát hajlandóak nagyon sok mindent megtenni azért, hogy a hobbiuk is beleférjen az életükbe, és nagyon kellene is ajánlani, hogy igenis legyen helye annak, hogy játszunk, hogy felszabad a humornak például, mert ezek nagyon fejlesztik a személyiséget is, meg hát az idegrendszert. Azért egy-két pozitívum van, amit látok, hogy most nagyon bejött ez a társas játékozás. Ó, ez nagyon jó. És a gyerekem is igazából ilyen társasjátékos estéket szerveznek. Hála Istennek! Úgyhogy reméljük ennek a pozitív hatását. Igen, is. Igen, azért most már látszik azért, hogy ez az éhség azért megtermeli ezeket. Igen, kezd felébredni, mert már lehet, hogy annyira telítődtünk, és annyira kívánjuk, ez világos dolog, tehát rálátunk erre, hogy ez hasznos. Nagyon érdekes, és pont ehhez kapcsolódik, éppen a társas kapcsolódásokhoz, hogy volt egy nagyon különös kísérlet, ezt is így bele is vettem ebbe a könyvbe is, a Patkány Hotel kísérletet. Nem tudom, hogy hol van, de el tudom mesélni persze így is. Hogy miért nem lesz mindenki függő? És volt egy ilyen, van egy, ez az úgynevezett Skinner dobozos, már korábban lezajlott kísérlete ennek a bizonyos Skinnernek, hogy patkányokon kísérletezte akkor is, hasonlóképpen működik az agyuk a drogokra is, és a dopaminra is, meg a társas érdekes kapcsolódásra is, igen, igen nagyon, mint az emberi agy. És például kiéheztetett patkányokat tettek üres dobozokba, és egyik kis pedálkának a megnyomásával ételt kaptak, a másik pedált, ha megnyomták, akkor morfiumot kaptak. És ugye ez volt a kérdés, hogy az éhség-e a nagyobb inger, vagy a drog? Hát az összes patkány rászokott a drogra. Aztán. Na most jött egy ilyen Alexander nevezetű kutató, és azt mondja, hogy nem érvényes az egész kísérlet, mert azzal nem számoltatok, hogy a patkány is társas lény. Mit jelent a társas lény? A társas lény azt jelenti, hogy a társ alapszükséglet. Alapszükséglet az, ami nélkül nem tudunk élni. Tehát azt mondja, hogy nem csak az éhség volt, mint alapszükséglet hiány, hanem a társ sem volt. Tehát próbáljuk ki, építsünk egy patkányhotelt, így nevezte, ahol van játszás, játék, énhatékonyság, alapszükséglet az is, ugye, a maga az alkotás, hogy csináljak valamit, stb. Alapszükséglet, és a társ, tehát voltak ellenkező nemű patkányocskák is. Ugyanúgy kiéheztetett patkány ebben a helyzetben, megvan most is az ellencsoport, ugye az egyes patkányok, Skinner doboz, stb., ugyanúgy kiéheztetett patkányok, szabad edényben morfium, szabad edényben étel. A patkányhotelben egyetlen egy patkány nem szokott rá a morfiumra.
egy darab se, míg ott az ott mindegyik. És levonja a következtetés, ami szerintem gyönyörű. Azt mondja, ha az alapszükségletek természetes módon kielégülhetnek, akkor a rászokás veszélye a nullához közelít. Tűha, ez annyira gyönyörű. Azt mondja, ha az alapszükségletek, mi az alapszükséglet? Alkotás, játék, társ. Az ember is társas lény. Abszolút ugye a magánzárkában megbolondulunk. Szó szerint. Ugye társas lény. Tehát, ha az alapszükséglet, még egyszer ezt gondoljuk át, ha az alapszükségletek természetes módon kielégülhetnek, a rászokás veszélye a nullához közelít. Tehát az embernek igenis létszükséglete a másik emberrel való valós kapcsolat, társas lények vagyunk, valós kapcsolat, és itt sajnos ugyanazt kell elmondanunk, hogy a virtuális kapcsolat nem elégíti ki ezt a szükségletet. Ugyanúgy, ahogy a Minecraftnál a virtuális kapcsolat nem tanított meg építkezni, ahogy a Need for Speed nevezetű játék nem tanít meg autót vezetni. Messzebb menve, ahogy a pornó nem tanítja meg a valós szexuális és annak a négy dimenzióját, már egyszer beszéltünk is róla, a kapcsolódást. Igen. Tehát ugyanez zajlik le, zajlik a társas kapcsolatainkban is, hogy mintha rengeteg kapcsolatod lenne, ezt igen, kínálja fel a képernyős mindenféle, ugye, akármilyen, a közösségi média gyakorlatilag, és ugyanezt a becsapást éljük át, ahogy mondtad, a társasjátékra való szomjazás, az ennek az eredmény. Ezt a becsapottságot, hogy valahogy itt van 5000 ismerősöd, de még sincs itt. Mindig mondom gyerekeknek, a serdülőknek, tudod mit? Ott van a TikTokon, vagy a mit tudom én, micsodán, akármilyen közösségi médián, van neked több ezer ismerősöd. Egyszer írt fel, hogy holnap költözöm, és segítségre volna szükségem. Nézd meg, hányan állnak az ajtóba. Azok mind a valós kapcsolatod, a édesanyját fogott állni. Ugye? Meg a valós kapcsolataid. Abszolút. És érzik is ezt, hogy vékony. Tehát, érted? Na most ma már látjuk ezt, és hát nyilván most itt nincs, majd talán egyszer a társas intelligenciáról, ha beszélünk, akkor arról érdemes majd beszélni, hogy a valós kapcsolatban mennyivel több szálon kapcsolódunk, amit észre se veszünk, de a képernyő egyszerűen nem nyújt. Egy nagyon-nagyon egyszerű kis dolog, oxitocin, erről talán már beszéltünk, igen, ugye? Szemkapcsolatban. Termelődik, érintése is termelődik, ugye megint nagyon érdekes, mosolyjal is termelődik. Tehát valós kapcsolatban ezekben. Tehát, de minden, tehát itt van a szaglásnak szerepe, a közeledésnek, nagyon sok minden arc, nagyon sok, de az oxitocin maga, a szemkapcsolattal létrejövő oxitocin viszonylag rövid idejű a testben, tehát ezért keressük újra a kapcsolódást, a szemkapcsolódást. Gyerekek is, nézd már ide, mama, nézd már ide, anya, nézd. Ez pontosan ezt jelenti, és azért szeretünk szemezni is például. Na szóval ez a társas kapcsolódásnak a hormonja, ami azt jelenti, mit mond a testnek? Kapcsolódni jó, kapcsolódni nagyon fontos, kapcsolódj, mindig keresd újra, mert ez nagyon fontos. Ezek maradandó nyomot is hagynak az idegrendszerbe, ezért, hogyha rágondolunk újra a nagyon kedves például. Átéljük ezt. Jó, menjünk zárójelbe, azt mondja, hogy ez az oxitocin ezt mondja, konfliktusos helyzetben is hatalmas jelentősége van hogy annak, hogy ezek maradandók, ugye? Például mondjuk összevesztünk volna, de már volt sok jó ilyen kapcsolódásunk, akkor azt mondja bennem ez a nyom, keresd meg, mondd meg neki, hogy bocsi, mondd meg, hozd helyre a kapcsolatot, érted? Mert kapcsolódni jó. Na most odáig szerettem volna elmenni, hogy megtalált, tehát először nagyon örültünk neki, hogy jaj, de jó, hát a kamera, hát milyen jó, hogy még ezt is létrehozza ez a gép. És képzeld el, hogy kamerában nézve nem termelődik oxitocin. Tehát még a test is azt mondja, hogy ember, ez nem ugyanaz. És egyszerűen Csíkszentmihályi, nagy kutatója a társas kapcsolódásoknak, és az örömérzésnek is, ugye? És azt mondja, hogy a legfájdalmasabb ebben a kutatás sorozatban az, hogy ha megemelkedik a virtuális kapcsolódásnak a mennyisége, a valóságos rovására, tehát többet kapcsolódunk gépen keresztül, vagy képernyőn keresztül, mint valóságosan, már pedig ez itt elég valóság nagyon sokszor, akkor a test leállítja az oxitocin termelést.
közvetlen és nagyon súlyos következménye, hogy nem fogják érdekelni az emberi kapcsolatok. Ez nagyon súlyos, tehát nem csak suta lesz abban, hogy nem tud megszólítani valakit, mert már most körülbelül ott tartunk, mert ugye nincs erre gyakorlata, tapasztalata, stb. De nem fogják érdekelni. A saját anyja, a saját gyereke, a szerelme, a munkatársa, a testvére nem fogják érdekelni. Tudod, ez az, amit mondasz, hogy nem vagyok boldog egyik oldalon, de amikor egy társas lényt nem érdeklik az emberi kapcsolatok, ott akkor nagyon mélyre mentünk. És inkább ne is így fejezzük be, hanem egy pozitív részen. És mindennek az ellensúlya, itt van a gyönyörű, a Patkány Hotel kísérletnek a szép következtetése, azonban, hogyha az alapszükségleteinket, például a társ, például az alkotás, a játék, az én hatékonyság, ugye, ha ezeket természetes módon kielégítjük, a rászokás veszélye a nullához közelít. Tehát természetes kapcsolatok, valós tapasztalatok, valós alkotás, de minden, egy főzés is annak számít. Mm. Egy kertészkedés, egy bicikli megszerelése, és hát sokféle ilyen, de hát ugyanígy a közös éneklés, imádság, minden. Viszont most mi magunk ellen beszélünk egy picit, mert hogy tévében vagyunk. Igen. És akkor, ha néznek minket. Hát megnézik minket fél órát, és aha, utána kikapcsolják, és elmesélik a házastársuknak, és már is kapcsolódtak. Köszönöm, Rita, hogy itt voltál, és remélem, hogy önök is hallották, úgyhogy most tegyék azt, kapcsolják ki a tévét, és menjenek, és játszanak a gyerekükkel, beszélgessenek a párjaikkal. Isten áldja önöket, viszontlátásra!